armory, és akkor így háromféle dolgot tudsz változtatni. Aha. Nem lesznek elképesztő nagyok a különbségek, de jó, valamennyit tudsz variálni. Köszönöm. Hail Super. Okay. Na, már megy a streamgásba. Most elindult ebbe a pillanatba, várjuk a kedves nézőket. Remélem pont a szóvicemet hallották először, amit nem fog megismételni. Vagy most csak így bekomúzza. Hát ha nincs rajtam köpeny, akkor az képtelenség. Ezt köszi, hogy elmondtad még egyszer. Akkor most leállítom Na, ki szép. Mexican Chairman. Üdvözlünk. Na, és akkor ugye megint késik a stream, gondolom egy picit. Hát az nyilván fog. De mondjuk, nem is tudom, hogy ezt az Oscar közvetítést, az hogy tudtuk úgy csinálni, hogy fél percet késett a stream. Mert annyit ott nem késett, ott pár másodperc volt, ahogy észrevettük. Hát én erre emlékszem. De jó, aztán... mindegy. Lehet azóta YouTube az így elszaródott, hogy nem tudom. Amúgy mi streamelsz, Gás? OBS vagy... Streamlabs. Ja. Ami hát ilyen, nem tudom, valahogy az OBS-nek az ilyen kis tesója, csak egyel szemmel kellemesebb. Na, gyűlik a nép, már van kemény 11 nézőnk. Még nézhetitek a forgolódó köpenyes embereket egy pár percig valószínűleg. Ez Gáspár előtt kell, mert csak ő látszik a streamen. Kukerozzuk a Gáspár. Várok ide sarokba, és akkor az ilyen zavaró elemek azok. De ide jövünk! Szalutálunk! Gangbang! Minőségi content. Ennyi. Ó, micsoda egység van. Szinergy. Azért annak külön örülök, hogy Ákosnak van a rózsaszín kis neve. Ezt úgy látszik, mindenki megjegyzi. Igen. Megy a szeme színéhez. Direkt kértem. Ez a nő amúgy mit gondolhat, aki sapkába áll, hogy mi történik? Hát, hogy elhozzuk a demokráciát ezekbe a civilizálatlan rendszerekbe. Ja. Na jó, ők közben kérdezték, hogy kinek mi a neve. Én Ákos vagyok. Köszönjük. A Lennox ez Áki. Meglepő módon. Nem mondtuk Lennox-e. Szóval a... Kicsit nyugodjunk meg. Tehát egyrészt köszöntünk minden hallgatót, nézőt. Ezután a nézőt, úristen, ilyen sem nagyon volt még. Hogy tagyogok? Igen, tehát a négyen csapunk bele ebbe a játékba, amiből ketten, András és jó magam, hát pontosan eddig a vonalig jutottunk el. Oké. Okay. Ákos... Ákos a rózsaszín Lennox Asaki névvel, ugye látjátok, hogy már négyes szintű, Gergő a zöld színével pedig már hatos. Mi Andrissal még abszolút friss kadétok vagyunk. Nem tudjuk, hogy hány epizódos lesz ez a játék, nem tudjuk, hogy mikor unjuk meg. Csináljuk, amíg csináljuk. A streamen látható kiváló Remote Play Connected pont hogy mondjam, feliratért mindenki legyen kedves a Sonynak egy e-mailt írni, hogy vegyék már ki ezt a fost, mert nem tudom, hogy ez miért jó nekik. De az internet tanulsága szerint gyakorlatilag nem tudom hányszor tehát talált már a community különböző megoldásokat arra, hogy ezt hogyan lehet kiszedni, hogy rendesen lehessen PC-n keresztül streamelni capture card nélkül, de folyamatosan kipatchelik és ez mindig visszakerül, ami hát nem egy jó grafikai elem, finoman fogalmazza, de ez van. Eddig is füstölt a föld? Vagy csak most már elgázosítanak minket? Mármint a játékban, vagy Budapesten történik? Olyan gyorsan szaladok! Igen, igen. Most lehet, hogy nem kellett volna a gyúlékony szőnyegre rakni a PS5-ödbe. Jó. Na, illetve ugye mindannyian PS5-ön játszunk. Ami még érdekes, bár gondolom szóltatok volna már, hogy a különböző audio szintek azok jó arányban vannak-e. Ezen tudunk, illetve én tudok bármiféle módon változtatni, hogyha valaki nagyon hangos, nagyon halk játék, mennyire hogyan hallatszik. De nem az volt az első 5 percben az összes létező komment, hogy halk, hangos, szar. Úgyhogy... Hát, igen. Lehet csak szivatni akarnak. Ja. Na, én már megtaláltam a karakterváltoztatót, úgyhogy...
Ja, most a skint változtatok. Csinosíts ki magad, Gáspár. Olyan egyedivé tudod varázsolni a karakteredet, mint még soha. Amúgy a hármasnál a karaktörnél, ott még testalkatot is tudsz választani meg. Hát hangot is. A többi az még nem elérhető nektek egyelőre, de a voice pack meg a body type az már elérhető. Amúgy a body type se ér sokat, mert ugye akkora a páncél rajtad, hogy igazából egy ilyen 3 mm-rel leszel keskenyebb, hogyha kiválasztod az őzgida termetet. Na, azt mondják, hogy én nagyon halk vagyok, Gergő még üvölt, úgyhogy egy picit akkor magamat felhangosítottam, Gergőt. Csak a szokás. Semmi baj. Olyan izgatott azért vagyok. Sose baj. No. Olyan skin nincs, ami ilyen felveszed a sisakot és így kilóg a szakállad így alulról. Hát az a prémium valutás dolog, tehát az azért úgy grindolnunk kell egy 15-20 órát, hogy azt úgy összebírjuk szedni. De így a 4.-5. streamre szerintem amúgy lesz. Azért remek. Akkor addig toljuk. Legyen ez a cél. Jó. Gergő nagyon kiabál. Lóri már a 65-ös szintű ebben a játékban, és azt mondta, hogy nem hajlandó olyan nubokkal játszani, mint mi, úgyhogy ő saját tempóban halad. Hát lehúznánk a statjait, sajnos, és ebben igaza is van, én sem szeretném azért ezt a terhet. Igen. Na, vágjunk bele. Jó. Erről a játékról még azért azt... Szerintem elmondhatnánk, hogy ugye ez kicsit az a Starship Troopersnek egy ilyen utó élete, nem? Tehát, hát szellemi örököse. Tehát ugye ugyanaz, egy ilyen vicces, szatirikus jövőbe járunk, és akkor bogarakat meg robotokat kell szétlődni, mindezt a demokráciáért. Uh-huh. És a szabadság nevében a jogállamot védjük, a keresztény konzervatív értékeket. Na. Igazából igen, ez egy Magyarország szimulátor. Oké, hogy narancssárga szint adott a játék nekem, de azért nyugodjunk meg. De mehetünk a narancs zónába is amúgy, hogy ott vannak a bogarak. Hát vagy válasz a kényküldetést? Bogarak és robotok a narancs zónába? Ez csak óvatosan így. Mire célzol? Semmire az égvilág. Nagyon, nekem közben próbálok találni valami mission-t, megtaláltam a Pöpli 9 bolygót. De már sajnos 100%-ig fel van szabadítva, úgyhogy nem tudunk a Pöpli 9-re menni, pedig nem tetszett volna. A Draupnir-re menjünk. Igen, az tűnik. Amúgy, hogyha ti is így kiléptek, akkor amúgy látjátok pontosan, hogy Gáspár mit csinál még így messziről is. Amúgy így tök jó részletek vannak amúgy így kidolgozva hozzá. Hogyha jeges bolygóra megyünk, ott meg az automata fegyvereinknek például sokkal alacsonyabb lesz a tűzsebessége. A hidegtől. Jó, hát egyelőre örülök, hogyha... És mi, hogyha meghalunk egyébként, az... De én nem tudtam. Hát... Tudunk erősítést hívni. Tehát, hogy akkor ugye az L1-et, amit ugye tanított is a tutoriál, ott van egy olyan, hogy... Reinforcements, és akkor azt lehívjuk, és akkor azzal tudsz új embereket behívni. Viszont az is limitált. Respawnt. Igen, 20 respawnt lesz, azt hiszem. Jó. Így 4 embernél hát talán annyi jár. Azért minden négyünknek van némi tapasztalat ilyen TPS lövöldözéssel, úgyhogy remélem, hogy ez nem lesz nagy beégés az egész. De tök mindegy, úgyis csak azt látják, amit én csinálok. Ti ott a háttérben rohangáltak az... Triviál. Az elég lesz. Jó. Én nem tudom, mi történik, hagyom. Jó. Hát ki kell válaszolni, hogy hova essünk igazából ennyi. Hova essünk? Igen, Fortnite? Tehát hogy azért úgy lehet nyilván úgy a közelébe menni kb. A célnak. Az Extraction Zone-nál, hanem inkább a zászlónál valahol. Mm-hmm. Jó, akkor... Csak az a lényeg, hogy ne egymásra essünk, mert azzal meg tudjuk egymást tölni. itt ezzel lehet tölni, hogyha akár behívsz valami stratagemet, és az ráesik az ellenfélre. És akkor itt így az üres négyzetekre rakjátok be azt, ami elérhető, ami így van számotokra. Mm-hmm. Ezt a kettőt. Majd lesz több.
Jó, más be kell tenni, vagy hát equipment? Nem nagyon, most meg ugye nincs más fegyvered, meg ilyened, úgyhogy... Jó. Hát és érzed, hogy ez az, hogy mi állunk a háttérvel a kis pisztolyunkkal, és... Igen, hagyjuk, hogy a többiek... Két nagy kocka meg elhozza a demokrácia. Hát egy dologra figyeljetek, hogy itt nem mondjuk ilyen 200 lőszerrel kezdesz, hanem 7 tárral. Tehát hogyha nem üres a tár, és tárat cserélsz, akkor elveszted az összes lőszert abból a tárból. Micsoda? Tehát, hogy itt ki kell üríteni a tárat. Vagy hogyha eldobjátok, látjátok, ott ki is írja, hogy 5 tárunk van. Fú, pont ilyen villámos sötét pályán. Jó, szerintem tudom, mert örülök, hogy a gombokat eltaláltam. Most arra tanít a játék, hogy a mapot hogy kell megnyitni. Ez most megyen, meg, de... Amúgy igen. Révcel a környéke. Bele manipulálta Gáspár Tákos abba, hogy hazahozza. Igen, ez egy ilyen nosztalgikus pálya. Na jó, és akkor tudni kéne, hogy merre kell menni, gondolom. És ugye vannak ilyen szempölők ezeken a helyeken, tehát azokat is érdemes összeszedni. Várjál, és hogyha meghalsz, azt elejted úgy, hogy másnak össze kell szednie. Hogyha felhozod a térképet a tapipaddal, akkor ott látod, hogy a narancssárga zászlóhoz kellene mennünk. Ja, ja. Tehát, hogy az a cél. Okay. Amúgy lehet máshova is barangolni, vannak ilyen mellékküldetések, de arra még nem jöttem rá, hogy az, hogy érjük el. Oh, és itt már van is egy robot. Hol? Be kérdezték chatten, hogy lesz-e idén Oscar stream. Szeretnénk. Ugye? Terve van. Igen. Igen. Jó. Gergő közben megnyerünk is. Maximum, hogyha unalmas, akkor meg Helldivers kettőztök inkább. Hát, ketten nem zárja ki egymást. Mellette kis ablakban megy majd az osztály. Na, mit látsz? Most már semmit, van itt néhány. Ja, és van Friendly Fire arra, vigyázzatok. Just saying. Volt arról szó, hogy ennyire ennyire hardcore lesz az a játék. Célozni kell, meg tárra figyelni, meg egymást nem lelőni. És ilyen flaggeket kell elrakni? Hát most hát éppen most konkrétan is. Állni kell a környékén. Horda mód? Olyasmi. Hát ugye ez küldetés függő igazából. El tudom lopni a Team Machine Gun-jaitokat? Nem. Ezek önállóan teszik a kis dolgokat igazából. De viszont, hogyha én meghalok és elejtem a fegyveremet, akkor például összebírod szedni. És abban a feltételezett helyzetben, hogyha véletlenül mondjuk a valaki a Gergő Machine Gun dropja aláállt volna, akkor az őt, meghal. Értem, esetleg ha ez véletlenül előfordult volna, akkor ezt hogy lehetett volna, hogy lehetne ezt az illetőt újraéleszteni? Hát a Reinforce amúgy ott van már így a bal felső sarokban, felhozod a konzolt ugye az L1-jel, és akkor ott vannak a kombinációk, hogy mivel mit hívsz be. Ott a Reinforce-nak a kombinációját beütöd a D-padon, és akkor utána feljön a gránát, azt eldobod, és utána bejön az ember. Jó, akkor lefordítom, engem baszott agyan a Machine Gun az, úgyhogy... Baszki! Jó, gyere! Gyere! Ez az első halál. Majdnem alá. Ez közel volt. Saját masinkat. Jó. Meg majdnem a Gergő töltem meg. Nem is kellene ide a hírodokat. Igen, András ölt volna meg, nem én öltem volna meg magam. Na, sikerült a küldetés, igazából innentől mehetnénk az Extraction Zone-ba. És mehetünk haza. De itt más küldi nincs is, nem? Vagy mi az a fehér pont ott alattunk? Vagy ez valami side mission? Nem, ott szerintem én bemarkoltam valamit. Véletlenül. Ja, értem. Sokat markoltál akkor ezek szerint? Gáspár mindig markol. Na jó, én legalább oda mégis is megérzem, hogy mi az. Te borzalmas szóvicc. Én vagyok egy... a sárga? A Skybeam-et? Gergő, ez vagy Ákos, te rózsaszín vagy továbbra is. Hát én a sajátomon sárga vagyok. Mármint a térképen. Oh. Ja, hát a saját térképen nem igen. Én most tudom, hogy a group projectben, aki így az elején ott volt, aztán eltűnt egy hónapra, és végül visszatért a prezentáción. És akkor én mi voltam, aki... Na, most belelőttem valakibe.
Lehet, hogy én voltam? Lehet. Jó nagy a szórás. Tudtok amúgy FPS módra váltani, hogyha céloztak és megnyomjátok a jobb sticket. Aha, látom, jó. Hát ez nem lett jobb. No pun intended, köszi! Hogy van közel? Killed by Ravenstorm, köszönöm szépen! Megben a jött legyedni. Kérdezte Olá Márton a chatben, hogy van olyan szabály, hogy le kell lőni azt, aki szerint a Ready Player One Spielberg legjobb filmje. Van ilyen szabály. Azt kell lelőni, aki szerint nem. Tehát igazából akkor egyedül maradok. Hát oké, sok sikert a 1v3 Márkos, de... Hogy valaki hívjon le, ja, köszönöm szépen, bárki is. Én voltam. Ja, halljatok meg, és akkor utána behívlak ide. Hol van az életünk amúgy? Hol mire, hogy mennyi életünk? Felém gyertek! De hát most jó a machine gun-ot, kösz, amúgy. Ja, szívesen. Hát, ja, ezért öltök? Nem. Nem azért, mert szerinted a Ready Player One Spielberg legjobb filmje, de ha már meghaltál, akkor a... Küldök ilyen izét, oda nem menjetek, ott ilyen minefield lesz. Ah, jó. És az a Shuttle ide fog leszállni, vagy mit? Nem, az oda jön, ahol én vagyok. Ja, és hol vagy te? Oda megyek. Ó, bazd meg, én mindjárt meg is halok. Jó. Látom, hogy 500.000 robot így éppen a Gergő felé tart. Hát sok sikert. Húha, húha. Sokkal lettek. Ez az, mint a Terminátor. Hát egy kicsit olyasmi beütésük van amúgy. Az hogy nehéz őket észrevenni ebből a kibaszott nagy ködben, vagy mi ez. Sajnálom, hogy vas vagy ez. A szemük. Nem. Nekem az nem elég indikátor. Na jó. Mi az a Gergő? Hát a Lenzing írtom őt is. Megyek a Gergő után, bármi is van. Itt van most már a Shuttle, amúgy. Úgyhogy akár távozhatunk is angolosan. Jó. Mielőtt még több Ready Player One rajongó jön. Lehet a... Na. Lehet TPS módba vállat váltani? Vagy kamera oldalt váltani? Vállat? Ez szerintem nem. Vagy legalábbis még nem jöttem rá, hogy lehet. Okay. Na, hát valami történt. És egy. Szép munka. Semmi baj, Márton. Mindenkivel előfordul. De teljes mértékben Márton hibája volt az. Én nem vállalom semmire felelősséget. Gáspárnak a játékát látjuk, ha erre még nem válaszoltunk. Őt okoljátok. Várj, én nem látom a kérdést. Hogy ezt most csak így... Ne, ott van. Schmitz 07 kérdezi. Ja. Ezt pont nem láttam, hogy... Na, 5 csillag. Glorious victory nyilván. Amúgy itt 10 csillagot lehet ám kapni, úgyhogy ennyire szarok volt. Nem, amúgy bitterek. Hát igen, Gergő, nem úgy kéne lehívni a machine gun-t, hogy agyon basszon. Nem úgy kéne talán közlekedni, hogy beálljál a kurva nagy skybeambe, ami éppen jelzi, hogy hova fog megérkezni az a szar. Annyira nem volt azért nagy. That's what she said. Szép. Szép. Szuper. Mit csináltok ti? Finger gun? Mutogatunk rátok. Jó. Akkor nincs itt ilyen megalázás, hogy ki mennyit... De, itt vannak a statok. Nem, ott van a stats amúgy. Szerintem élődtem a legkevesebbet? Nem. Hogy is, Andris. Az nagyon sokat számított. Igen. De nem haltam meg egyszer. I'm doing my part. Jó. Jó, szuper, return to ship. New difficulty unlocked, easy. Ez Ákos, ez neked szól. Hát ez eddig... Igen, ez volt a tutoriál. Jaj, fegyverek. Hát amúgy az easy, meg ami fölötte van, az amúgy nem vészes. Onnantól, amikor már challenging a menet, ott már azért eléggé figyelni kell. Jó, hát szerintem most egy bogarasot megnézünk, vagy mit nézzünk? Várjál, én állokoltam dolgokat, most nehogy azt hittem, hogy nem fog kitöltözködni. Remélem valami éjjel esőbe, tenger közepén egy kis bárkán fog játszódni a pálya. Reméljük. Ó,
Te nem is tudok itt küldetést választani. Nem, a... Gáspár nem csak a Gáspár tud, a Gáspár hajója, a, mindig a saját hajóján azt tud, aki, aki ja, a nem, hajó. Star of Twilight, ez a, a ez Kristen a hajó Stewart, neve. Igen. Jó, oké. Okay. Az neve? Enyém az az Ombudsman of Family Values, az enyém. És ez nem vicc. Tényleg ki lehet ezeket választani. Persze, de szerintem kurva jó nevek, tehát ez, a, ez erre a ilyen propagandisztikus macsó dologba az zseniálisan betolták. Bocs, még valamit tudok unlockolni, csak nem tudom, hogy hol. Ja, itt a másik terminál. Hát itt vannak a cuccok, itt tudod elverni ezt a lehívható cuccokra igazából. Meg amúgy a hajó nevét is itt meg tudod változtatni. Hát de ez tökéletes név. Valami más szeretnél. Miért? Mondtam meg Kristen Stewart. A csillagszemű Gáspárnak. Ú, sniper. Na jó. Let's go. Akkor nézzünk egy bogarasat, csak hogy nézzük. Nehogy kövessük a játékot. És akkor aki a legügyesebb, az lesz a bogármester. És aki megírja a történetét, az a Bogártonyi Géza. Fúha. Ez messziről indult. Black Sheep szelleme belét költözött? Felrobban az agyag. Én inkább flagship vagyok. Te jó Red Isten. Flag. Ez... Red Flag Sheep. Gergő, te mit jelte közben? Gyógyszerűtelt? Hát ki, elfelejtettem a déli vitaminomat sajnos, úgyhogy lehet, hogy nem vagyok a topban. Na jó. Terminate. Úgy én ilyen multijátékkal, hát nem tudom, Gáspára kicsit Destiny-ztünk, de én nem játszottam semmi ilyesmilyen looter. Én se, mert nincsenek barátaim. Én elég sokat Division 2-ztem, úgyhogy... Ne. És a többit meg nem mered bevallani, gondolom. Hát nem tudom, ilyen, tehát most rengeteg ilyennel játszottam jó barátommal, tehát folyamatosan én neked keresünk. Érted? Tehát a jó barát, nem velünk, velünk semmit. Tehát vannak a jó barátaim, meg a rossz barátaim. Ti vagytok a rossz barátaim. A rossz barátaim, ezeket nem játszok. Jó. Kivéve, ha ugye a hírnév mondja. Miért osztatsz bejönni a missionbe? Mert itt kurva nem. Már primadonnáskodik a mester. Ákos, attól fontos, hogy várnak rá. Igen, ez direkt értem. Volt. Értem. Na. Hova menjünk? Oda. Az melyik? Oda és így az Ákos, én arra várok, hogy az Ákos lerakja magát és a nyakába tudjak esni. Tessék, ott jó lesz. Gergő meg ott a francba esik, vagy? Szerintem a Gergő egyedül onnan megnyeri megint a missiont és szevasz. Én csak így elviszlek titeket a hátamon majd valami izületi gyógyszert azért szeretnétek meg a Patreon pénzből. Tényleg patreon.com fel. Minős segít. Ezek nem hangzott el eddig. Hát ezt az adást a Patreon támogatja amúgy, majd abszolút tudom, és akkor leboltoljuk a bírt. De... Jaj, de így. Egyébként tök jó, hogyha megfigyeltek a zenés tiszta ilyen Basil Poledoris, mint a Starship Troopersnek. Épp mondani akartam a nevét én is. Bazsalikon? De jó, hogy egy ilyen pálya van megint. Szerettem ezeket a bajonyát. Nem látunk? Igen, hogy például nem látunk semmit. Istenem. Pont ez most inkább már Szabolcs megye, nem? Ez a túl vége. Intense heat. Hát számomra ilyen Budapest. Intense heat, meleg van? Vagy? Na, azt ott be lehet robbantani például. Aha, gránáttal. Melyik is a gránát már? Na, Ákos a negyedik szintű nem bírja a gránátot eldobni, bassz meg, én játszok 25 perc, és én... Mindenki dobja oda! Jó van, Andris meg... Hahahaha!
Nem most, ezt megérdemled. Nem fogunk behívni. Nem fogunk megidézni. Ebből most tanulnod kellene. Három okay. Papa ilyen palágból álló start, mert 4 gránátot dobtunk el, biztos megint. Ó, bogárkák. Na jó. Hopsz! Anyádom! Fasz meg! Ákos, Mondjél meg a filmje? Scusi! Tessék, hogy a Ready Player One azt kérdezed, hogy mi? Gergő, akkor hova adj szemben ő? Hát, én nem akarok ebben a szemtelenkedésben részt venni, amit ti itt játék szín szó alatt lenyomtok. Oda kívül a level egy rossz ízlési megöltalak. Amúgy, szóval full nem ott vagyunk, ahol kéne, mindegy. Hát egymást töljük. Nem baj, kalandozunk. Egy nagy kalandra megyünk. Felfedezzük a bolygót. Ez amúgy a Tatooine. Aj. Valahol itt van Temuera Morrison is. Motorozik. Épp egy baktatangban flashbackkel. Beszarná, hogyha tényleg őt kéne megmenteni. Az jó lenne, de igazából ő a bolygó felszíne, így rajta járunk. Expozíberről? Ebbe belelőjek egyet? Létszíne! Azt jelenti. Hol vagyunk? Aha, igen. Erre kéne menni. Hát tudod, ott amúgy van is Skybeam, ami mutatja, hogy kb. Hova kell. Pici. Feszült pillanatok. Vajon, mire visz? Próbálom megfejteni a saját user's interface-om, hogy mi mit jelent. Mondom, mi ez a két... X2/4. Az a tár. Adrenalin shot. Ja, hát az a Steam, azt a fölfelé tépata használod, az a gyógyítod magad. Csak úgy mondom. Régen volt már az a tutorial 3 napja. És amúgy itt vannak ilyen boss harcok, vagy az nem bejön. Hát a későbbi részeknél igen. Aha. Mármint úgy értem, hogy a magasabb nehézségi szinteken. Tehát, hogy a negyediktől már páncélozott ellenfelek vannak, amiket itt kurva nehéz megsebezni. Azokhoz rakétavetőkkel meg hasonló fondorlatosságok. Bementek a susnyásba, ellassít. Nem egymás szétgránátozása valószínűleg. Ja. Nekem miért véres a köpenyem? Az csak egy javaslat. Ákos, te vérezted össze, a köpenyemet? Hát így jár az, aki nem szereti a Ready Player One. Hol vagy? Köszi Gergő, bármi is történt. Ja, van közel, hogy lehet. Ajjaj. Na itt Ops. Például már van egy páncélozott genyó. Hoppá. El lehet, hogy mi kell venni. Hát vagy meglövöd bizonyos helyeken. Vagy beinsz egy orbital strike-ot. 3, 2... Jaj, ne! Most majdnem gáspároztam egyet. Tudod Gergő, ott az a nagy piros fény, ami jön az égből, abban nem kell beleállni, nem manát tölt. Andrus is nagyon szeret berohanni a tűzvonalba, random oldalról. Gyere! Oh-oh! Gergő, már megint ide előre van. Kérgőm kell egyedül lehozni az egész missiont. Ide nem lehet bedobni egy gránát, hogy honnan jönnek? De csak honnan jönnek? Azt nem találtam. De! Hú, de jó, hogy nem én közvetítek, mert kurva kellemetlen az, hogy nem tudtam beütni az iránygombokat 3-szor. Ja, és ezt most nem kellett volna elmondanom? Hát például. Hát, ez így működik ez a játék.
De azt szerintem egy tök jó rendszer, hogy ott lehet azért, úgyhogy de a stratagemeknél is, hogy nem csak egy listából kiválasztod, vagy tudom, hanem így be kell ütni a kódot, azt szerintem tök király. Ja. Ez resupply, ugye? Ki hívta? Valaki. Jó. Mindegy, köszi. Lopjál mindent. Gergő, amúgy most mi történik, csak kíváncsiság. Beavadsz? Ezt még én se csináltam. Ja, mert ilyen soha. Minigémek vannak amúgy ilyenkor. Vidd már innen a fejed amúgy, légy szíved, nem látom. Ajaj. Ki volt ez a kedves, aki... Opa, ennek a bogarak. Mögöttetek. Kaptam egy izét. Mit csináltok? Köszi! Mivel fogolgatjuk. Úristen, ilyen gyomlít. Szóval... Gergő, majd szóljon kell egy kis segítség a missionben. Kezdek rájönni. Jó. Elmesélhet, hogy mit csinálsz, mert... Hát itt a szignál erősséget kéne 100%-ra benyomnom, és még nem tudom, hogy mivel csinálom. Az olyan, hogy annyira nem jön. Ó, erre jönnek a bogara. Fedezzetek, jó munkát végeztek amúgy. Mondjuk. Hoj! Mik ezek a... Szóval valaki a hátamba ugrott, és beleragadtam a Gergőbe. De az a baj, hogy tényleg nem tudok kibászni a Gergőbe. Basszátok meg, akkor gyertek! A speciálisok. Ezt a sok szerencse csomagot komolyan. A Blahán is így közlekednek az emberek szombat hajnali háromkor, mert... Szeretném jelezni, hogy én ennek a terminálnak a belsejében vagyok, tehát... Jó, közben itt egy meg tudjuk oldani. De te, amit tényleg öljetek meg, mert... Jó, dobok egy gránátot, vigyázz, Gergő! De jó! Double kill. Amúgy hogy minden végtagomat elvesztettem. Hívod őket? András, vagy hívja őket? Igen, hívom. De hol van? Jó, Rain akkor nem. Meg úgy gyakorolni kell. Akkor ide dobom. Pont jön a hülye bogáronnal, jó? Mert... Ó, flamethrowered van. Én nem tudom, hogy ezt honnan lehet. Gyertem meg! Valakitől elvettem. Csak ne, gyújts fel! Bocsánat. Ott volt amúgy a... Pont onnan jöttük a kúra bogáron. Gáspár volt olyan kedves és meghalt. Itt van egy bug breach valahol, azt be kell robbantani gránáttal, köszi. Hol is? Ja, lehívod. Hát ahol fénylik a lyuk. Sikerült! Jéj! Amúgy nem tudom, hogy. Nem baj, Gergő. Jó, szép munkát végeztél. Ja, várjál, nem dobtam el a viszintőt. I'm doing my part! Leraboltátok itt először? Á, még hagytatok nekem, de rendesek vagytok. Amit én hívtam be amúgy. Hát akkor ezért lett hirtelen egy lángszórom. De hol van itt a lyuk? De abban nincsen. Na. Hát ahol a füst jön. Nem! Füst. Az előbb láttam valamit. Ajjaj. Mi történik fel? Mármint? Milyen tekintetben mi történik? Ja, közben ilyen koponyákat ír ki, azt hittem, hogy mindenki meghalt. Nem, az a vírus kapott a gépedet. Saját kill count-ot szerintem. Nem, hát itt tudod, megkaptad a függetlenség napjás vírust. Ja, igen, igen. Ja, hogy van most egy időlimit közben. Megyünk, hát most már csak extraction van, és akkor ott menjünk. Lesz még egy időlimit, és ennyi. Jó, akkor... Let's go, motherfuckers. Megint csak a térképen ugye látod, hogy hol van az extraction. Meg amúgy szerintem ott a skybeam is, az is azt jelzi. Nem tudom, ki lődöz mögöttem. Ki van mögöttem? Gergő? Vagy ki a zöld? Gergő. Hát éppen próbálok titeket fedezni. Aha. Csak úgy mondom. Megvárjunk?
Nem is látlak de, már. Hogy... Csak az, hogy péni így valahol ott átul. És miért, mi az, hogy miért erre egy D2, L3, P4, miért nem értem a... Hát a monog, vagy a nicknévnek az első betűje az, okay, igazából. Okay. Kösz. Mert ezt kivágom, hogy... A streamből? Igyek, ki rágja ki az agyából ezt az infót. Na. Na most jól aktiválok egy terminált. Mutasd meg, hogy kell, Gáspár. Tessék. De megy. De megy. Úristen, 2 perc. Én hason odaérek, jó? Jövök. Ajaj, inkább nem hülyeskedek meg. Úgyis a közben lőleg, Gergő. Csináld! Én azt hittem a bogára vadászol, és nem rám, de... True. Hát, itt már szerepek felcserélődtek. Annyi ideje itt vagyunk ezen a bolygón. Hát, mit ér a normalitás? Hopp. Mindjárt ott vagyok. Ú, de kemény vagy, Gergő. Jövök! Uha, remélem, hogy még a játékban történnek a dolgok. Az a baj, tériszagyos vagyok, és félek a magasban, úgyhogy... Szerintem ászfolom. Igen. Azért ez a 160 centi is már ijesztő néha. Semmit nem látok, de nem baj. Hát nekem elfogyott minden lőszerem, de talán már nem kell. Van egy szuklány. Már nincs. Amúgy elmondhatnád, hogy hívjak be, de amúgy nem tudnék. Micsoda? Jaj, bocsi! Bocsi! Várjál, hívom! Köszi, vigyázzak, jövök. Jöjj. De lassan tölti a machine, nem? Ups. Az igen. Amúgy, hogyha ellövitek a bogaraknak a végtagjait, akkor amúgy nagyon le tudod őket lassítani, hogyha valami nagyobb közelít. Tehát, hogy van végtagsebzés amúgy, mint a Dead Space-ben. És még egyedül én csak annyit látok, hogy bármi, amit meglövök, kettőször az meghal, de szerintem az majd pár nehézség... Rátszállt az, hogy rajog, Gáspár. Most várjuk meg, mert az plusz pont, hogyha mindenki kijut. A megmentő shuttle nyom agyon. Köszönöm. Bent vagy? Jó, akkor mehetünk. Amúgy mehetünk. Let's go, vagy lelőjek még valakit? Ó, jaj, megy a shuttle. Utás! Shotgun. Nem shuttle. Kettő reloadjól lettem, ezt meg is és mitől lett a nagy siker ez a játék amúgy szerintetek? Mert így jó. Szerintem ettől, hogy hát és nyilván biztos érdekesebbek lesznek a későbbi küldetések, mondta, hogy oké, hogy gameplay ez kb. Ennyi gondolom, hogy de hogy így annyira nem, hogy mondjam, tehát nem bonyolult, de fun. Aha. Meg tényleg ez, hogy mész lövöldöző. Én látom hát benne abszolút azt, hogy én sem vagyok nagyon ilyen, nem azt mondom, hogy nem MMO, de mondjuk én is próbáltam a Destiny-t, és azt szerintem az nekem unalmas lett, mert nagyon triviális volt. Bármivel belelősz kettőt, meghalt, hello. Biztos van endgame, ami nehezebb, meg bonyolultabb, meg stb. De őszintem ez, hogy játszhatod komolyan, meg nehezen is, és tényleg akkor biztos kihívás, lejátszhatod egy kazuába. Ha érted, most játszol vele ma 5 órát, és aztán 2 hétig sem menj, és utána újra előveszed, akkor semmi nem történik, tehát kvázi ugyanonnan folytatod, és... Hát meg kiderül majd, hogy mivel töltik fel ezt a játékot így a seasonökbe, mert az fogja éltetni. Meg nekem ez is tetszik, hogy... Na, a statisztikákat nézzük meg.
Ákos a macska közben megjelen. Ákos a macska? Nem. Sejtettem, hogy ez a neve. Na, Ákos. Ákos a Friendly Fire Damage-be első. Biztos. Nem csak a... Az a jó. De várja, én kaptam, vagy azt én adtam? Tehát nem mindegy. Tehát mindenki engem lőtt, vagy én lőttem mindenkit. Szerintem téged lőtt meg mindenki. Nekem azt tetszik nagyon, hogy a Ákos lőtte a legtöbbet, tehát a Shots Fired az Ákos, ne 700, nálunk ilyen Andris a 300-os, majdnem 400. De ezt képest az Ákosnak a legkisebb a accuracy a 36%-a. Ákos nem... Ákos lehet, lehet célozni. Először céloz, és utána lő, nem kell mindig így szél... Jó, hát én... Tarálni. Megyek és lövök. Oké. Okay. Amúgy gondolkodom, hogy én egyébként a Battlefront játékokkal így viszonylag sokat játszom magamhoz képest, ugye csak a Star Wars köntös miatt azokat úgy élveztem egyébként. Csak gondolkodom, hogy mivel játszottam még ilyen multiplayerek közül. Nem vagyok egy nagy multis. Szerintem az is más, hogy multi. Tehát a Battlefront is... Lemész, map, match, XVX és tudom, hello. De most így nem ebben a műfajban mondom, hanem unblock, tehát én annyira kevéssel játszottam, hogy próbálok valami. Hát én a Sniper Elite-eket vittem ki így multiba. Az is hasonló, ugye egy mission, side missionek. Próbáljunk egy nehezebbet? Így, mert lehet, hogy csak mert ti csináltatok mindent, én meg csak a hullámat lőttem, de hogy... Nem, te is ott voltál, András, miről beszélsz? Igen, részt vettem én is. Te is számítottál, András. Igen, nélküle nem siket is volt. Egy részvételi kupát kapsz, jó? Jó. Na. Szóval, Sniper Elite, az van multi. Ez miért mindenki fekszik a fűbe és várják egymást? Nem, hát úgyis lehet. Nem, az ilyen co-op játék, nem? Ja. Hát lehet co-opba is, meg anélkül is, ha jól tudom. Meg spárba. Meg CBA-ba, igen. Köszönöm. Amúgy a Dark Souls 2-t is végig lehet vinni co-opban, csak mondom. Na, hát igen, de következő ahhoz mission. Elméleteknek kellene. Így van. Pedig azért az megérni, hogy Gáspár közben minden percben agyvérzést kapjon. Igen, arra szerintem én előfizetnék Patreonra. Hogy a Gáspár játszon a Dark Souls, az arra én is? Igen, abszolút. Saját maguk fizetnék, hogy én ezt lássam. Kérdeznék komolyat, itt a mission választóban a bolygón, ugye egyrészt nyilván látok egy csomó ikont, van egy csomó, mint ön 1x4, 2x4, mert az más emberek játéka, gondolom. Mm. Igen. De, és ugye az van viszont, hogy ugye a fő major orderünk az az, hogy win at least 80 defend campaigns against the automatons, az oké, mert most a robotosok között turkálok, de hogy a defend campaign az valami speckó mission, vagy az csak bármilyen mission-t így hív? Vagy ez mi? Azt én sem tudom amúgy még. Arra még nem jöttem rá. Van egy defend, ott írja. Á, megvan, láttam. Igen, megtaláltam köz. Na, akkor oda megyünk. Okay. Aha, defend, plan, repel, de automatism. Aha. Ez csak így meg kell védeni valamit. Csak nem, hogy így jönnek és vévek be és ennyi. Jó. Na, és hát akkor menjen médiumon. Ez most már médium lesz, ez egy picit nehezebb lesz. Igen. Jól van. De ez most nem az escort küldetés jelölted be? Mindegy. Az se bonyolult igazából. Valami lesz. Jump complete. Na, gyertek, pokol merülők. Vagy Helldiver, ez egy, nem sikerült. Ez teljesen más műfaja, hogy én tudom, vagy hát legalábbis így játék stúzsban. Ez olyan felülnézetes cucc elvileg. Wow. Jó. De nyilván abból tudták megfinanszírozni a kettőt, úgyhogy gondolom, hogy nem volt azért olyan lehetetlenül rossz, csak olyan nagyon emlékezetes se. És a chaten bárki játszott a Helldivers 1-jel? Jó,
Mert én erről a játékról például nem is hallottam addig, amíg meg nem jelent ez a játék, és mindenki mondta, hogy mennyire jó. Mondjuk Ákos szerintem ennél egyetőben mondta, hogy mi sem hallottunk rá, azt, hogy te nem hallottál egy játékról, az hát no offense, hát, bármit jelenthet. Na, megint egy jó... Jó kis mocsárbolygó. Bolygó. Ez a Dagobah rendszer. Oh! Nice. És akkor ezt kell védeni. Ne, hát nem, most escort tolni hát, kell a... Akkor nem. Itt vannak ilyen kis házikók, amik ilyen narancsárga fény van fölöttük, mellette egy gombbal, azt megnyomod, és akkor azzal kiengedsz három embert, és azokat kell elkísérni oda, ahova kell. Jaj. Konkrétan elég rosszul ide. Mint a Counter és ha meghal valaki? Várj, már jönnek a robotok. Hogyha meghal valaki, akkor mission fail? Nem, nem igazából végtelen számban lehet őket kihozni, csak nyilván telik az idő. Aha. Tank fairy. Majdnem leütöttem egy szegény menekültet puskatussal. Meg is érdemelte volna. Andes, nagyon éli a Magyarországon. Na-na. Gergő, nem tudom, hova fúzd, de én sem. Halljál már! Ide. Aha, jó. Ah! Ó, bazd meg! Úristen! Hoppá! Hoppá! Mindenki halt? Vagy a nagymester? Hát ne, én csak eldöltem. Új. Hát én meghaltam. Csak nem lehet, a két hátba lőtt. A nulligóz emirattak. Hoppá, véletlen előttem egy izét. Ja, azokat is le lehet lőni? Igen, hát a friendly fire van akkor. Bizony ők is veszélyben vannak. Hát ez egy kicsit már nehezebb. Ja, ja, médium, igen. Hoppá! Ajaj! Ajaj! Kurva anyátok, de sokan van. Meg fog halni valószínű. Hát de engem beszorítottak. Engem is. Berzer kell. Na, jó lesz ez, csak ezt most már sajnos észre kell játszani. Majd lehívsz, ha valamikor. Jó van, így lőtt. Bassz meg! Jó van, nem baj, legalább ti megvagytok. Feláldoztad magad. De jó, ide estem egy berserker mellé. Bassz meg, ezek keci sokan vannak. Fettrengel. Odobok egy gránátot, bocsolva. Boba Fettrengez? Most lesz az, hogy ledobom ezt a minefieldet, úgyhogy bocs mindenkitől. Majd engem is valami. Idézzetek meg. Éppen ledobtam egy idézőt. Bassz meg. Ja, hogy mögöttem is voltak összeálltam. Itt egy lépegető konkrétan. Lépegető és akurva annyi. Igen, a szemből nem lehet sebezni, hátulról lehet. Igazából. Gyázat. Hát rip. Három plusz tudtunk eddig eszkortolni. Persze, bozzá meg 600 ezer robot jön. Bárki is halt meg, jöhet. Azt a jó édesanyjátok. Köszi! Azt nem tudom, hogy mit kell csinálni, hogy holnak a... Maradt még életbe bár? Ezeknél a nagyobb robotoknál a piros részt lőjétek a fejüket. Jó. Azzal sebződnek a legjobban. Ez egy elég nagy káosz. Aha. Ó, köszi Ákos, killed by Lenox. Mit? Ja, belesétáltál az oknámba, de mindegy, mert... Ja, volt akna. Ezek szerint még van valahol. Akna, na. Mi? Próbálom ezt nem felfogni. Nem is kell. Na. Basz meg!
az ágyum lekaszálta a túszokat meg engem is. Az ő, a robotoknak a dropshipjét azt gondolom nem lehet. De ki lehet lőni. Ki lehet? Aha, ja, csak rakétavető kell hozzá, vagy pedig vannak megint ilyen turretek, amik kibírják szeszni őket, de mocskos. Olyan még nekem sincs. Nagyon-nagyon jön meg. Hát eléggé. Eltapottak. De... Megalázott. Hehehehepak. Az őt, killed by Lennox Asaki. Az... És rám írja. Ez... Mindenki meg? Igen, mindenki halott? Menekülj, Gáspár! Hajrá, Gáspár! Jól te streamelsz amúgy legalább. Aha. Szóval én leszek a hős. Nézzem, hogy mit csinál. Nézők már lerágják a körmüket, hogy Gáspár vajon mit fog csinálni. Én jobban izgulok. Ez az igazi Suicide Squad. Köszi. Na, na akkor szedjük össze, mi a lófartét csinálni. Csak mondom, hogy 9 perc van a pályából még. Aha, esélyes. Tehát ezek gondolom sose fogynak el, tehát ezek addig jönnek, amíg nem szálltam el. Sőt, amúgy egyre nehezebb lesz. Jó, hát jó. Ahogy halad az idő. Jó lesz az easy, ugye ez a... Nem, csak pont egy ilyen küldetés. Yeah. Annyira nem állunk még kétszer rá. De nem baj, hogy sokkal jönnek. Hopp! Ja, azt hiszem megint megöltem egy kimenekítendő jó ember. Kíváncsi leszek a végén a... Ákos mögötted jönnek négyen. Jó, csak... Előttem is jött elő valaki. Nyádat. Hmm. Na jó, hát... Sok sikert! Majd mindjárt olvassuk a chatet is, nyugodom. Aha! Aha, ja! Majd valaki! Hát aki halott, az tudná, ugye? Ha megszíteltek, azt megköszönjük, de nem tudjuk olvasni őket. Kis pisztoly! Megérkeztem és már hol? Köszönöm, és de te öltél meg. Há jó, hát... Már halálodon voltál. Gránetta mentettél meg? Csak láttam, hogy futottál az ilyen két berzerkel, de nem tudom segíteni. Jézusom. Fuha. Bazd meg. Van baj. Házan körbeáll. Game over. Nem, még Gergő életben van. Már csak egy reinforce-on, nem? Aha. Na jó, hát... próbálnak túl. Gondoltam, be-spawnolok a Jinjába és legalább egy párat megölök, hát nem nagyon sikerül. De legalább a Gergő le-orbital strike-hozott. Nem mondom, hogy véletlen volt. Hát... ja... Uh-huh. Jönünk Andrus még, lehozható. Ha? Csak 21 embert kell kimenekíteni. Én eddig rohangálok fele le. De még van egy reinforce-unk. Igen? Aha. Nincs estimate már. Nem, az nulla. Ajjajjajjaj. Bazd meg! Hát akkor... Cooldown-on van a reinforce. Na, csak szeretik volna megmutatni a nézőknek. Jaj, de most miért hívott be? Úristen. Hát mert az utolsó leheletemben még meg... Pont engem kellett behívni utolsó leheletedbe! Mindent a nézőkért. Isteni. Hajrá! Akkor olvashatok chatet amúgy. Szerintem. Gáspár amúgy nagy shooter, tehát ő egész életében ilyen lövöldözős játékokkal játszott, imádja ezt a műfajt. Főleg, vagy mivel játszol Gáspár, kontrollerrel vagy? Kontrollerrel. Guitar Hero kontrollerrel. Igen. Ja, nem azzal kéne? Gáspár csak úgy megy. C-dur, D-dur, E-dur, az a reinforcement.
Hol a picsába vagyok? Nem lehet ilyen... Csak egy percig kell bírnod. ...dezertálni, hogy... Elhagyom a bolygót, mert elég volt belőletek. Hát ahogy nézem, ahova futsz, oda mennek az űrhajók. Én is ezt nézem, ez a bajom, nekem is. Na talán ez kinyílt. Egyet legyőztél, van még 312. Menjd a túlszakadt Gáspár. Jó, ilyen túlszmentőset nem csináljunk többet. Majd egy. Majd írti a flegeket. Igen. Most nem tudom, mi vagy a letelik a cooldown, vajon? Hát akkor hát újra tud hívni. Igen, tehát akkor... Aha. Nincs se fogy. Nem mit olyan nagy segítség lenne. Igazából 4 perc van összesen. Hát az... Ja, még ezt megcsináltam, amiről beszéltem. Ja, igen, ja, abszolút. Kis hitűek. Na, visszajött a Gergő is. Na, akkor Gergő, hajrá! Ja, most ezért... Ezért le... Ó, bazd meg! Ó, jaj! Ó, nem! Ó, nem! A faszom. Meg tudjátok csinálni. Azt a gránát. Egyesületek csak így tovább. Csak 38 ember néz Gáspár téged. Igen. Minden mozdulatodat. Egy fél ország. Egy fél tanya. Hát, erről ennyi. Répszalak másfél szeresen. Igen. Na. Hát tehát szeretek volna bemutatni, hogy mi történik, hogyha... Akkor most téged néz Harvisz Orszember Gergő. Na jó. Jó, nekem. Hát plusz mi hárman. Ó. Oh. Baszki. Ó, oh, jaj. Sőt, én azt érzem, hogy az... Nincs annyira jó belővel, hogy a... Lemegy az életemnek a 20%-a, és a hangokat ad ki, meg olyan effekt, mintha ilyen 5% életem lenne. És így taposok rá a hírre, feltétlenül kellene, mert még bőven jó. Na! Jó, hát... Nem sikerült minden. Megpróbáltuk, az 5-öt kimentettünk amúgy. Az az. Tényleg? Jó. De viszont a nullára kaptunk 25% bónuszt. A Disgraceful Conduct az nagyon tetszett. Oké. Okay. Na, statisztikák. Ákos már nem tiéd a legkisebb accuracy. A shots fired az még mindig tiéd a legmagasabb. Hát Ákos a mennyiségre megy, nem a minőségre. De legalább mennyiségre menne a meghalásnál is. 8-al. Na jó. Na jó, hát... Akkor most ezt a... páncélökröt, amire az előbb azt mondtam, hogy á, nem kell azt unlockolni, mert minek, azt akkor most lehet, hogy de. Hát az amúgy jó ezekre a lépegetőkre. Tehát, hogy... Csak ugye egyszer használatos. Tehát aha, egy rakéta, és akkor utána vége. Igen. Jó, csak nem számítottam rá, hogy hirtelen a eddigi egylövéses bogaraktól most adta, hogy egy szinten feljebb tettük a nehézséget, most itt izé lesz. Lépegető tömeg. Ákos itt hagyott minket? Úgy bár tűnik. Nagyon kiábrándítottuk szegényt. Ugye a répcelaki internetnek most a Pista bácsim van a sor. Oda vitte a postás a szomszédba. Pista bácsi bekapcsolta a szobabiciklire, hogy generálja az áramot. Hol lehet unlockolni? Itt a ship management? Aha. Hát a strategemek azok ott vannak. Na, kösz. Addig customizáljunk a kis karaktert.
Hogyha megnyomjátok a négyzetet, akkor azzal éritek el így az ilyen skines vásárlós hülyeségeket, és a föntivel, a Warbond progressionnél, ott tudjátok elkölteni azt a kis sárga valutát, ami jobb felül van, abból tudtok ilyen kis skineket, új fegyvereket venni, gránátokat, ilyeneket. És ott csak pénzért lehet szerezni, vagy lehet játékon belül? Nem, ezeket kapjuk a játékon belül is. Okire. Ami közben alatta van. Szia. Dühödben szétverted a gépet? Ja, kibasztom az ablakot, ez a PS-t, aztán most gyorsan megkeresnem. Na. Ezt is bemutatjuk a kedves stream nézőknek, hogy az milyen, amikor lerohad a játék, és kibasz a desktopra, mert velem meg ez történt. Ajaj. Engem valahol ezért van, hogy így. Na, mi történt? Átrakott a saját hajójára, vagy nem tudom mi van. Na, akkor lehet, hogy azon mi játékbeli cucc, vagy nem tudom. Persze, akkor hát fogd igen. A répcénet. Azért dobott ki a Discordból is. Ha elbuksz egy küldetést, akkor kibasz a desktop, hogy gondold át az életet. Nubokat nem hagyunk játszani. No. Na és jó. Amúgy így, amikor a játék itt türelemre int, akkor így azt írja, hogy please wait democratically. Hogy imádom úgy a nyelvezetét ennek az egésznek. Zseni. Rámentem a mikrotranszakciókra, és ez kibaszott, tehát nem szabad. Ez a játék nem akarja, hogy pénzt költs rá. De ú, de bassza meg. Ahogy a fejlesztő konkrétan kérték az embereket, hogy ne vegyenek új példányt, mert ugye a szerverek nem bírják. Úgyhogy mi természetesen most vettünk. Nyilván. Egyszerre szálltam ki valakivel, és így összeolvadtunk. Szia, Andris! De most te lettél a kék? Aha. És te lettél a rózsaszín. Szuper. Viszont Gáspár az ragaszkodik a narancshoz. Én mindenképp. De én most az a baj, most megtaláltam a skineket is, és az... Örökké narancs maradt. Nem túl divatos manapság, Gáspár. Narancs tetves így. Lehet egyébként, hogy megpróbálom. Isten, ki lesz a dugó? Hát aki a... A tetvest én vállalom. Jó. Egyébként, de csináljátok meg azt, létszi, de viccet félretél, hogy ha kiléptek a partiból, akkor szerintem ezért van mindig behívó sorrendben vannak a színek talán, de azt tudja. Mit csináljak? Lépjek ki? Meg tudok békélni a kékkel igazából. Jó, csak eddig, mert én nem fogom tudni ki kicsoda, és ez engem jobban zavar. Ja. Tehát akkor most mit csináljunk? Neki lépjünk a partiból. Semmi. R3-mal gondolom, ki tudtak. Az jó. Jó, itt hagyunk, Gáspár. Pá. Neki mennyi már innen? Visszatértem az Ombudsman of Family Values-ra. Okay. És akkor Andris volt a kék. Mert szóljatok, ha betöltött a hajótok, mert most... Nekem már igen. Nekem is. Andris. Hát én a saját hajómon vagyok jelenleg, most jött az meg jó. Ezért. Igen. Except. Hail Super Earth. Allied Destroyer has joined squad. Oké. Okay. Megjöttem. Igen, és jó színed van. Gyere, Ákos! Megyek! Valaki amúgy még itt van és nézi ezt? Igen, még 40-en vannak. Na. Na. Úgy kíváncsi leszek, hogy találkozunk-e Bruce Willis-szel a Hell vendégarcával, vagy mi az reklámarcával? Igen. Hát ez olyan 10-ből valamennyi. Ez a poén. 10-ből 4. Na nem kerízhetem a játékot és még a szórakoztatást is, tehát azért ne várjatok tőlem túl na. Sokat. Mindennek van határa. Na hova megyünk? Hát olyan ábrándosan nézitek ezt a Galactic War mappet. Most próbálok egy találni egy olyat, ami nem ilyen, ez ilyen hülyeség. Mert mi bajod van az eszkort lányokkal, mi?
Hát ez is az. Escort. Ez az. Ez jó. Lőni kell mindent. De jó. Nem, mint a WC-n leúzni a magát. Sokat csináltad azt? Ja, igen. Ja, nem kell? Azt mondja, hogy pedi. Hozok egy rakétavetőt azért, biztonság kezdőn. De hogyha, tehát ha amit én választok, az anyám, ez stratagem, tehát ha most én csak a machine gun-t meg a aknavetőt használom, akkor én nem is tudok orbital strike-ot lehívni, hogyha az csak nektek van? Nem, az mindenkinek van. Attól függ, hogy mit akarsz választani, tehát mindenki hozhat bármit. Hát ezt be kell raktad a rostába mindenképp. De nem, de így értem, hogy ha én nem választok... Ha akkor nem tudsz. Jó. Tehát egy nem közös csomag van, hogy ez a lényeg. Nem. Ez demokrácia. Nem kommunizmus. Akkor demokratikusan nyomjatok már rá, kész vagytok. Védjük meg az alaptörvényt, srácok. Jaj. Van olyan? Hogy de lenne? Hát a mai patch még nem droppolt, úgyhogy szerintem a tegnapit. 110. Hát jó az. Na ez. Ez jó. Itt vagyunk, és ennyi. Nem kéne elmozdulni. Mi az, hogy traitor detected? Na basz meg, az... már valaki meghalt. Meg. Valaki megölte Gáspárt. Ha. Ákos? Na, én nem. Én nem. Most lőttem először ebbe a játék, vagy hát ezen a pályán, úgyhogy... Aha. Valaki hívja amúgy Gáspárt? Már visszajöttem, igen. Kis machine-genom, amit lehívtam, az 7 perces cooldown-on van. Jöjjöjj. Ajaj! Látod? Hát... Jó. Ugye hívlak. Ne shingert akartam, de szétvertem. Ja? Köszönöm. És felveszi. Hát, ilyen, ezeket te meghalsz, neked most, na. Most szopjak én is azért, mert a béna vagy is meghalsz. Azért a fegyverért haltam meg. Hát... Szali. Ez is része a demokráciának. Így van. Ide jönnek anyátokat. Nice. Jó, nem jön szerint a machine-gel. Igazából rájöttem. Szívesen. Nem, ez a sajátom volt. Nyugodj meg. Na, opá, jönnek az ügyék. Ajaj, lépegetők. Le. Passz, hívok egy ilyen szart. Jelzottok, odahívtam egy Orbital Strike-ot. Kösz. Bazd meg! Mondtam! Ennyire ide? Azt hittem, hogy... Egy halottja volt neki! Oké. De itt a rakéta vettem, eltűnt az összes réteget. Ezt a kis csövesekbe nem akarom belelőni. Közben mögénk is elkezdték ledobálni őket. Valaki behív azért, vagy ennyi volt? Köszi. Hívlak, hogy valaki hívja. Hívom. Ja, jó, én is. Akkor mindig. Egyszerre két helyre esett. Hadrás személyiséget szétszakad. Monyád! Bocs. Bazd meg. Na szóval. Hú, bazzeg, mi van itt? Most tudom, hogy merre van az előre. Anyátokat.
viheg. Úristen, nagyon creepy. Úgy mi van? Hány? Már meg vagyunk? Meg vagyunk. Igen. Jó. És landol a shuttle. Valahol. Igen. Ákos már ott kempel a özen. És konkrétan meg, úgy járt, Gáspárul jártam. Megölt a reinforcement, hogy a izé extraction hajó. De meg a leugrás a... Van. Na gyertek, mert... Ó, majd hívjatok le, hogy vajon. Nehogy itt hagyjatok. Akkor baszom. Hívom az Ákost. Thank you. Halász félén állok. Hát, adrást is te kell ezek szerint. Hogy? Neki még egyet kell hívni? Már hívtam. Ja, jó. Hát már van full damage. Ahogy láttam, ja, András. Ezek szerint van. Jó. Most már én is tudom. Ágos, vagy András csak le akarta teszteni, hogy biztos igen, van-e fold damage. Ti is tudjátok most már. Megvan meg. Mindenki? Talán igen. Igen. Gyert, hasznoskodjatok akkor inkább a hajóban. Jó. Hát ez szép munka volt. Hát azért jelentősen könnyebb volt, mint az előző. Csillag. Glorious victory. Hát jó. Nyilván. Akkor kérdezik, hogy te miért játszol ilyen gyerekes játékkal? Hát mert fizettek nagyon sok pénzt. Aha. Szeretném jelezni, hogy a Ákosnak volt meg először ez a játék. Anélkül, hogy mi szóltunk volna, hogy játszunk. Meg hát mindig úgy van ugye, hogy 12 éven aludják számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Tehát kell egy nagykorú általában okay. Ilyenkor a gyerekek mellé. Facebookon meg is egyezték. És te mit csinálsz akkor Ákos pontosan? Én nagykorúnak képzelem magam. Na, nem Ákos lőtt a legtöbben. Így van. Shame, András. Shame. De nekem lett a legjobb az accuracy, úgyhogy... Rossz az. Jó. Még egy lehet egy ilyesmi. Tudom, nem azt a szintet meglépni, hogy valami... Érdekes is unlockolódjon. Let us rally to her defense. Ja, aha. Szerintem az, hogy meg kell csinálni azt az előző extraktolósat is, hogy meglegyen ez az egész mission. Aha. És az tudom, az egyik a kettőből. Aha, és nem tudom lehúzni ezért könnyebbre. Hát jó, akkor sok és sikert. És mi van? Extreme hard vagy? Medium. Ja, előbb is jól sikerült. Na most jó lesz. Észre. Ezt a legrosszabbat megmondod. Tudom. Magamra is értettem. Ez így a Mario. És ne legyetek messze a küldetés helyétől. Jaj, jaj. Nem most jó. De ki legy? Köszi Ákos. Épp talking way. Igen. Mit akartam? Hogy ki lehet nyitni egyszerre több? Ilyen szerencsétlennem. Mert hogy nem az, hogy kinyitsz egyet, és akkor az a három, meg kell várni, míg az a három hülye elfut, ahova el kell futni. Hát lehet terelni nyilván többet is, csak ugye ott az van, hogy ugye sok irányba jön az ellenfél, és hogy a többieknek azért fedeznie kell. Ja, hogy meg kell, és kéne védeni őket, aha.
Ajaj, hát igen, mert elég hamar meghalnak. Tehát tudom, te is könnyen bírod őket kaszálni. Jó, hát mindegy. Na okosan, szépen taktikusan. Igen, igen. Jó. Célozunk, nem izomból húzzuk a ravaszt. Érzéstből. Most ugyanaz a pálya konkrétan? Aha. Jó. Szerintem igen. Hát tök ugyanaz a mission, mert ez mind a kettő kell ahhoz, hogy a... az egész meglegyen. Na menjetek, csicskák! Én közben mentem az embereket már. Én is nyitottam most egyet. Jó. És hányat? Az... Jaj, 30-at kell. Igen, és hát hármasával vannak. Ezek konkrétan a függőleges sziklán másznak fölfelé. Az igen. Az jó. Jó. De a túszok, vagy éppen a... Ja, az nem baj. A polgárok. Az a egyen kevésbé problémás. Jó. Ajja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 j
A kettő van a rakétavetőben, úgyhogy van itt egy a sarokban, valakit érdekel. Jó. Gyertek, gyertek bogárkák. Oh-oh. Ajaj. Volt az? Hát lehet, hogy lefűrészeltek. Hosszú kurva. Hát lefűrészeltek tényleg, Gergő, elég csúnya. Na, Gáspár, és te most fussál, mert mindenki konkrétan téged azt követ. Azt istenik, azt látom, aha. Fuhákos, vigyázzunk, mert... Hívjatok gyorsan erősítést, igen. Amíg még tudtok mocorogni. Már is. Nyomogatom ezeket, így akar, csak nehéz. Bazd meg, hogy mindenhonnan jön. Kicsit elfutok, így a sarokban, meg átgondolom, hogy milyen. Ezért kurvára jönnek. Kicsit. Ezért kéne egy orbitált rájuk. Ledobtam oda egy minefieldet, mert vigyázzatok a piros pontokkal. Most nem kapsz piros pontot a agyatlan minefield lehelyezéseként. De szeretnék. Majd ha valaki ráér, akkor te nyugodtan csináljátok a dolgotokat. Addig nézem, nagyon ügyes. Áris. Vigyázz. Látom éppen a túlélését küzdött a kis dobozban. Bassz meg a kurva lépegetőjét neki, hát. Ott is egy, hát teszem igen. Hát, rip. Jó volt veletek. Most már nincsen senki se, aki megvédi a Ready Player One-t. Fúha, ez... Mivé lesz ez a világ? Amúgy ilyenkor, amikor esek le, meg tudom ölni őket, nem? Tehát, hogy a kis padommal ott vannak. Jön az Orbital Strike. Ez a... Mi? Túlélték? Ugye én is küldök rájuk egyet. Na jó, kéne még ilyen túlszatot keresni, mert... Igen. Próbálkozom. Azok hol vannak egyébként? Ezeknek valahol. Hát van nekik fix izé helyük igazából. Ó, de jó, hogy ott helybe térdelek le reloadolni és nem lehet mozogni? A kurva életben. Na. Faszki, ne már. Jönnek. Én elrohangáltam és próbálok keresni ezeket. Faszki. Valaki meghalt? Én. Ja, de hogy ugyanonnan ki lehet, vagy nem, igen, nem. Andris, itt most mögötted kinyitottam egyet, itt jönnek egy páran, csak jó lenne, hanem töglenének meg. Hát akkor oké. Ez ennyi.
Nem tudom, hogy mibe robbantak fel, de... Ez Iron Fist leütött. Hány töltény van ebben a... Az a nyár, úristen. Nem annyit, jó. Most közben ezzel lélegzik. Én? Aha. Nagyon izguló. Ákos ilyen 4D-ben játszik, hogy érti. Nem tudom, ez a mikrofon, ez mindent vesz ezek szerint. Igen. Tök távol van tőlem. Valaki? Valaki jöjjön, nem tudom ki jött meg. Mindenki. Ott futnak a kis tízocskák, de hát esélytelen basket. 500-an jönnek. Halljátok a kis PS5 kontrollerének az akatolását. Bazd meg, de ez... Leírtam egy machine-jel. Szóval 14 ember van meg a 30-ból, és még van fejlődő. Majdnem 9 perc. Jó lesz az. Hívjatok be nekem. Hívtam oda megint egy Minefield-et. Egy lövéssel megölt valaki? Rocket Raid-ből. Igen, a rakétás az egy lövéssel megölt. Kiváló hír. Szegény kontroller. Remélem túléli. Na, van egy antitankom. Ezt te most meg is kapod. Hopp. Ez megy az Orbital Strike. Bocsá, Ákos, azt hiszem én voltam. Csak Ákos halás mikorját hallottam át. Na jó. Csak a fele. Az anyád! Baszki, a rohadt rakétás. És akkor egy Ákos fut, és bazd meg négy ilyen láncfűrész és rohadék fut utána. Mi? Killed by Lennox-e ki? Hogy? Beszélnem az aknámba sétáltál bele. Ákos bazd meg, aknamezőt ezt szerintem felejtsd, de az... Szerintem Ákos amúgy nem velünk van. Néha, van néha. Egy ilyen kimondatlan PvP rész a játéknak. Ja, értem. Megcsúszik néha a kezem. Aha. De jók ezek a... Állj, bazd meg. Az a baj, hogy most így keresgélni kell még a egyetlen, hogy honnan kell a túszokat. Egyébként azok respawnolnak ezek az interaktív. Igen, túszok? Igen, igen. Igen, ugyanonnan hozod őket. Na jó, igen, tehát az, hogy ahogy zöld, tehát, meg... Tehát nem kell újat keresni. Igen. Meg attól, hogy zöld, meg akármi, attól meg simán ugyanúgy ki lehet jutni, és ezzel mennek. És ha nem tetszik a zöld szín? Hát akkor bekaphatod. Akkor képzeld azt, hogy rózsaszín. Jó, megpróbálom, nagyon erősen. Hossz, innyetek, másszatok, menjék! Akkor is ledobom az Orbital Strike-ot. Vigyázz, Ákos, mögötted is jönnek. Jól látom, ojjjjj, kifogtam. Találtam egy antitankot. Teljesen kifogytam, azt tökéletes. A Suicide Ákos Románában. 18 ember már kifeladult, úgyhogy behívok még hárat. Én is engedtem most a hármat, csak pont megtalálták egymást a robotokkal. Nem akarok segítségnek, és nem még 5,5 percünk. Az bőven elég. Ahhoz képest sikerült, de inkább éleszetek. Igazából nem kéne össze-vissza rohangálni, hanem itt kéne állni, ahonnan kiszabadítom, és akkor
talán könnyen, nem? Ketten vagytok. Éleszetek. Én is erre gondoltam de... egyébként, hogy ilyen csatárláncba beállni, és akkor végig az életük, vagy ami az útjuk mellett védeni, de... Az a baj, hogy egy pillanat alatt 100 000 gép leszpónol, és baszhatjuk. Egy ilyen tank, mindegy. 18, tehát senki se érte túl, akiket én kiszabadítottam, szuper. Még egyszer. Ja, lehet lelőttem őket. Igen, ez a másik baj, hogy azért, hogy... 1000-re darálunk, és... Miért nem tölt újra ez a nyomorult? Fajtam. Mi van a reinforce-ot? És meg azt próbálom most, hogy nem ugyanazt kinyitni ötödjére, mert már ott van az útjukban az összes. Egy célba ért. Oké, de én meg körbefutottam és nyakamba spawnolt egy teljes tüzé, legénység, vagy mi ez egy szakasznyi gép. Ilyet, Gergő, fut el. De hogyha mondjuk kiszedjük a anti-tank lófasszal a dropshipjüket, akkor nem spawnol annyi? Zé? Akkor nem, csak hát az nagyon gyorsnak kell lenni. Jó. Momentán egy hangyafasznyival reálisabbnak tűnik, mint az, hogy itt mindenki túléli. Semmi lősze, nem? Bocsák, hogy beleintalak a háború közepére. Nyugodtan, az persze. Legalább akkor felállítom magam bele a robotokba. Baszki, én nem tudok már hova menekülni, mindenhonnan jönni. Basz meg! Hát igen. Saját magamat öltem meg. Na, már csak 10 ember. Basz meg. Hajákos. Jó, hívtam le izét, Inforce-ot. Köszi. Na, jó, srácok, lehozzátok. Azt a rohadt életbe. Megkentek hátulról. Utolsó reinforce-ot lője valaki. Oké. Köszi. Valaki szar. Kettő is. Passz meg, hát leszpónolok és kettő izé. Lépegető. Egyből. Scout Strider, most itt sniper is? Nem, hát az a lépegető. Ja, az a lépegető, az is egy lövéssel. Ja. Na hát, közelebb kerültünk a megoldáshoz, de még azért van hol fejlődni. Van hol fejlődni. Még van egy perc. Közben a saját hajunk igazából, is itt hagy. De utána tudunk játszani még, csak ugye már nem lesznek stratagemek. Ja, hát aha, mert azok nélkül eddig olyan jól ment. Igen. Hajrá, Gergő. Csinálom. Én a hullámat nézem, nem tudom, mennyire tudok titeket végezni. Ő is beakadt az előbb. Ez egy jó film, a hullám. Aha. Vagy egy kiárat van, ugye, akkor van nekik el kell jutni. Igen. Hát gondolom, az nagy segítség lenne, ha mindenkinek lenne szentrie és letennénk őket így. Arra, merre futnak a fúszok. Ojjaj! Sok siker!
Hajrá! Igen! Úristen van! Jó, jó nézni mindenki. Hát, na még hát csak 18 másodpercet kellett volna kibírnom. Szép volt? Most meg lesz, érzem. Te is csend, kösz. Én kimegyek egy 10-1-re, de ezt eljövök. Nem, most lesz meg Gáspár most. Ez onnan? Következőre. Lehet, ezt kéne dolgoznunk? Lehet. Ez olyan csapatos játék? Csapat kooperatív! Fúj. Nem jó csapatjátékos. Én meg azt hiszem veszek egy szendrit, mert az még nincsen nekem, és akkor az nagy segítség lesz. Nekem az ég elég semmi állókra nincsen pénzem, úgyhogy... Hát meg még szerintem nem is, lehet, hogy még nincs annyi szintet, hogy ezeket kibírd oldani. Hát igen. Tehát van egy olyan sentry, ahogy jól olvasom, ami titeket is lő. Hát mindegyik meg tud ölni amúgy, tehát engem is lekaszállt a sajátom, hogyha beleállsz a tűzvonalba. És ezzel citizent is, tehát egy állampolgárt is öltem vele. Sajnos. Hát akkor az nem annyira jó terv, amit elképzeltem. Hát azt, tehát hogy oda közvetlenül ne tegyél, mert meg fogja őket ölni a picsába. Jó, megnézzük. Gáspár azt mondta, most sikerülni fog. Gáspár, ja, akkor az úgy is lesz. Akkor én hibám, hogyha nem magyarul. Igen. Gáspárnak van egy második keresztneve is, a médium. Aha. A médiókör. Kösz. Democracy for all. Helldiver reporting for duty. Terve van az Oscar stream, igen. Liberty will not fall. Helldiver reporting for duty. Ugye a túlnám hallgatóknak mondanám, hogy ez egyébként egy filmes podcast, és ezért a videójátékos adás már fel van véve. De amikor a napokban hallgathatjátok, ez a negyedik játékélmény adás. És akkor az a terv, hogy jövő héten lesz egy random adás felvétel, amiben elég sok film meg sorozat, meg természetesen a Dune 2 is majd kitárgyalásra kerül. Aztán meg, yes. Hát ugye a következő VLF selejtezőre már készülünk, a 9-ről hamarosan kirakjuk, hogy milyen filmek várhatók. Vendég is van, lehet, hogy itt van a körünkben. Vagy nem. Azt, aki tudja. Szóval megint jó kis forduló lesz, érdekes párosításokkal, meg nagyon jó filmekkel. Úgyhogy az valamikor majd március közepe tájéken remélhetőleg felvételre kerül. És ne felejtsetek el szavazni a kiesett filmekre. Igen, még amúgy elég szoros a meccs, de azt hiszem 10 szavazaton vagy azon belüli szám a különbség, úgyhogy még minden szavazat számít. Hajrá! Hát amilyen izgalmas a stream, így belefér egy szavazásra, szerintem. Nem tudom, hogy mi történik. Én vártam, hogy visszatér és a különböző... De megnéztem, hogy tudok-e valamit unlockolni, mert van haszna, nem, és aztán az kinekhez jutottam el, de... Na, most levesszük easy-re. Köszi. Ez kár volt elmondani, tök büszkék lettünk volna magukra, hogyha végig csináljuk, és nem tudjuk, hogy amúgy easy. Ákos otthonos sem mozog ebben a nehézségi fokozatban, ő majd kisegít. The operation has failed. We must try again. Ákos, amúgy te játszol most valami normális játékkal? Ilyen sztori játékkal? Hát a... Mi a fenével? Plague Tale-del még mindig. Oh. Csak
mostában nem játszottam vele, de az, az van most így fél. De a második vagy az első? Nem, a második, második. Uh-huh. Jó. Megyünk. Tudom. Ja, bocs. Kicsit halak vagytok. És én tényleg az vagyok, eltalált. Ezt a poént! Ja, most adtam egy kis kóvel a hang előtt. Vicces ez a gyerek! Na jó, hát akkor... Kell valami taktika, vagy ezt visszarolgálni meg? Ne ez easy meg. Lesz! Ja? Ez! Akkor így már 25-20 ki tudunk szabadítani. Versenyezzünk azon, hogy ki tud többször meghalni. Jaj. Ja. Vagy ki tud a túszt megölni? Na? Mindegyik csábító. Igen, vagy ki... Ki tudja megölni a Gáspárt a legtöbbször? Igen. Na, 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 na. Nem, nem steamsniperolunk. Jó. Ilyenkor ti is megkapjátok ezt? Igen. Közös kasszán vagyunk. Oké, de. Akkor nem kéne lootolnom. Köszákos. Csak jót teszek veletek. Nem is kiengedt a systemmel. Hányan jöttök ki? Egy, egy kis forgolódnak össze-vissza. Na gyerünk már! Itt, itt, itt állnak és nem mozdulnak. Ezért buktik el. Tehát a játék hibája. Játék hibája. De amúgy, hogyha ideálltok tényleg a... Ahol jönnek be így a polgárok, akkor látod, hogy tényleg a sziklákkal jönnek fel, és nem az úton amúgy, nem az ösvényen, ami itt tényleg erre van ide rakva. Kicsit még a... Jaj! Bazd meg, majdnem nagyon is tőttem egyet. Na. Jönnek a túszaim. Vagy nem az én... Nem az én túszaim. Aha! Kiderül, hogy tényleg I mean... itt... Ákos... Ákos, ő az egy belső bomlasztó. Én vagyok a Sam Worthington Terminátor. Azt hittek, hogy ember vagyok. Jön a következő három ember. Így mindjárt belesétálnak a machine gunban. Nem, és túlérték. Az túlérték. Hamarabb halnak így. Hoppá. Gyertek, gyertek, gyertek. Uha. Na, célba ér, célba ér. Igen, az következő. Nice. Requesting orbital strike. Kiszállnak és így futnak egy kör. Igen, ez a komisszár. Ákos is leszel a vonatra és így fut egy kör. Általában mindig. Nem mondom, és ezek nem mi volt? Ez egy portos alkatú. A rossz oldalon szálltunk le? Az jó oldal volt. Hát most tudja rosszul. Én voltam a rossz oldalon, igen. Én voltam igen. A peronon, de én voltam a rossz oldalon. Hát ez igen. Az is peron volt, csak kavicsból. Ja, értem. Valóban. Explosive peron, nem mit tudok csinálni. Ákosra rá tudom dobni. Eldobod és felelősz. Kösz. Én csak azt csináltam, amit mondtál Ákosra. Értem. Világos. Jó, amúgy itt ebbe beválik, hogy, hogy csak a 20 induló hely és jobb még a hangálok. Azt anyátok? Jó. Aj, ne abuzáljátok a gyerekeket! Na. Ez most nem sikerült. Ez a kör. Gergő közben ilyen fontos társadalmi üzeneteket is közvetítünk, vagy? De most komolyan, tényleg így...
jönnek ezek a kis szerencsétlenek, bazd meg, és ezek meg így jönnek és ütik, mint az állat. Másfélszer akkoráknál, izé ők, és a kurva büszkék magukra, hogy elbírnak vele. Na most jöhetnek a túlszok, most nincs itt semmi robot. Ja, most befutott megint három. Most kurva sokan jönnek innen. Ajaj. Engedem ki a következő árma. Jó, jó lesz. Igazából már nem kell. Hát hát, ja, még egy. Ez az. Csak én érzem, hogy hatalmas szakadék van az Easy meg a Medium között? Ez elég konkrétan jelent, mint a Easy meg Hard között, tehát baszkja. Alig láttam még. Na, hát ezeket lehet szerintem, tehát azért jó még mission után körbe rohangálni, hogy a zöld bigyókat legyűjtögetni, bárhogy is hívják. Szempölök, ja. Szempölök, mert ugye abból lehet egy csomó mindent unlockolni, ezt most már rátaláltam a valamelyik menüben. Hát még van 9 perc gyűjtögetni. Jó, hát mondjuk ugye ezért időjel is kapunk, tehát a minél több a hátra lévő idő az is valamilyen currency, de nyilván erről szól az egész, hogy most gyűjts össze mindent, és annak megfelelő, hogy éppen mire van szükséged inkább. Tudok felmászni erre a szarra, nem jó. Mennyire vagy túsz? Sörhöz hozzáférsz? Igen. Köszönjük. Jönnek a robotok, vagy most? Nem, mert most szerintem a wave az véget ért, nem? Most már csak le kéne hívni az üdvét, és csak szóval jönni. Na, most hívtam le. Van egy anti-tank fegyver. Úgyhogy gyertek, mert közben jönnek a extraction pointra. Hol? Jelentem. Ez a térkép nevű kiváló találmány. Hát igen, mikor a machine gunnal egy lövés a kis, azért, kis robot. Egy meccsre lépjük, hogy mit találjuk, az is nem. Ilyenkor kiírja a szentriket amúgy? Nem. De csak távol volt ő. Tök menő zenéje van ennek a játéknak. Ugye ez a landing zone-ra. Jön a shuttle. Szempülök egy integet, úgy pont. Mert odébb mentem a shuttle elől, és pont találtam egyet. Jó, azt egy másik időfény, most már nem tudok visszamászni, úgyhogy várjatok meg. Addig úgysem megy el, nem? Hoppá! Csak az, hogyha beszáll az első, akkor onnantól kezdve 20 másodperce van a Gáspárnak visszajönni. Aaaaaaah!
De szállalmas volt ez. Jó, hogy nem ugrott el mellé. Na, csak sikerült. És Gáspárnak igaza lett, most sikerült. Ugye? Gáspár mindent megtett a siker érdekében. Ugye? Igen. Levitte a nehézséget. Hmm. Úgy részemről még egy küldetés, aztán én lehet, hogy mennék. Jó. Jó. Na akkor most nyomjunk egy médiumot. Jó, csak ne ilyen szintetet. Ja, nem túlszmentős ez. Hát van az, amikor időre kell megvédeni helyet, az mondjuk esetleg sikerülhet. Jó. Mert nem tudom, van-e most ilyen küldetés, de... Hát visszunk rá magunkat a Gáspár értő kezeire. Így van. No pressure. Okay. Na most egyedülre Andrusra szintet léptünk, úgyhogy... Ajaj. We'll be generating fewer condolence letters than usual today. Na mindenben seg utolsó lettem? Nem, oké. Okay. Nem. Egyszer se haltam meg. Csak én haltam meg. Igazából csak Gáspár halt meg egyszer. No shame in that. Semmi ciki nincs benne. Én nem ítélkezem. Kösz. Az jó, én igen. Na. Mindjárt meg semmi. Orbital Gatling Barrage, ez egészen jó hangzik. Olyan békésnek hangzik, nem? Uh-huh. Speciális katonai hadműveletesnek. Az Orbital Gas Strike is. Hogy itt volt még egy rakás dolog, amit kurvára meg tudtam volna nyitni, csak nem találtam rá, jó? Oda nem ott marad a gáz, nem? Tehát ez részletekről annyira nem jó. Az ilyen mine effektus. De hát akkor azt úgy belőheti a host, mert akkor az lesz a gázpár. Jó, bocsi. Gáspár stroke-ot kapott. Gáspár az... Agyvérzés, izon. Nem, megtaláltam, hogy van Machine Gun Sentry-m, úgyhogy most szépen unlockoljuk. Azokat a killeket beleszámolja a kijeidbe? Nem a Sentry-m? Amiket? Igen, persze. Ja, hát akkor így... Tehát, hogyha lekaszálnak ilyen 8-10-et, akkor ott ugye lent az a sárga koponya, az megjelenik, hogy nice. Most akkor a killing spree vagy. Uh-huh. Az a jó, hogy van egy játékértesítésem a képernyő közepén fönt, és nem látom a kibaszott remote play-től, hogy mi az. Hát semmi, az ugye a négyzet, play. Azzal tudod, tehát azzal tudsz, hogy új felszereléseket venni, tudod, ez az ilyen shotgun, meg jó, okay. A skineket, meg ezeket. Igen, valóban az volt. Gáspár, esetleg elfelejtenéd, hogy várjál, remote play-en vagyok? Igen, meg tudod nézni bármi. És ha egyébként ez megvan, hogy megnyitjátok a négyzetet, ott tudjátok ezekből a medálokból megvenni a... Igen, ezt már... Ja, Gergő... beavasztott minket. Ezt mondta 20 másodperce. Ja, igen? Igen? Bocsát, pont máshol járt az eszem. Nem baj. Szeretem a saját hangomat hallatni. Mi ez a... Ja, kredi... 200 kredit. Ez mi? Ez egy Star Wars paródia. Ah. The enemy has launched a surprise attack on one of our planets. Idén az a Krayt. Semmit nem tudunk róla. Idén, konkrétan pár hónap múlva. Igen. Nem júliusban vagy mikor? 6. hó, 5. Aha. Sajnos a balerinát eltolták egy évvel, meglepő módon. A fene egye meg! A film tip mix inkább megint. Igen, borul a végig. Ja, John Wick-es, ez.
Igen. Viszont bejött a kró a helyére, nem? Vagy valami ilyet csak. Dresszel? Az lesz idén. Az sajnos van. Szerintem a pontok maradhatnak amúgy. Igen. Na, van egy Search and Destroy, vagy van egy Sabotage Supply Bases? Egyiket se csináltam még, úgyhogy igazából mindegy. Igen. Megbízunk benned. Jó, hát Search and Destroy. Kevésbé komplikáltnak hangzik. Igen. Mögött keresztül szikörül. De médiumon van, úgyhogy... Én csak szolgálni akarom a hazánkat. De hogy ez is milyen zseniális, hogy nem csak a Földet képviseljük, hanem a szuperföldet. Természetes. Ja, hogy search. Meg kell találni, de hát azért igen. A Destroy-on lesz a lényeg, ugye érzem magunkat ismerve. Milyen ez a shotgun, ezt próbálta valaki? Szar. Tényleg? Szar. Ja, jó. Tudom, hogy megértem. Hát de akkor András, lesz egy jó köröd. Miért szar? Mert csak közelre jó, vagy miért? Hát kevés a lőszer nagyon. Tehát, hogy nyilván itt nagy tömegekben támadnak az ellenfelek, és arra nem feltétlenül jó. Hiszen a shotgun az nem arra szokott jó lenni, hogy... sűrűn álló ellenfelek közé lehessen durrantani vele, tényleg. Hát csak az a baj, hogy elég nagy szarban vagy, hogyha már közel jönnek az ellenfelek. Tehát ugye itt azért inkább, tehát hogy szerintem ez nem egy közelharcos játék. Tehát hogy tudsz pofoszkodni is, de nem igazán hatékony. És emiatt szerintem a shotgun sem egy hasznos dolog. Ott bolygó vagy? Na. Sok! Sok? Ez sok? Jó, mondom itt a piros kis üzére kell. Ott látok valamit, amit nem tudok, nem tudom, hogy kell megimótolni, de... Szerintem át tudok menni a vizet? Vízjárva? Apá! Látom ilyen kis mellúszás, mint a izék, a nénik a komédi úszadában. Ja, de várjál, meghalok! Jaj! Jaj! Nem tudok úszni. Még én sem tudok. Még ezt voltak volna előre az a kurva játék. De nyomorúságos szar ez. Miért nem tud úszni? Ilyen páncélban? Télen? Köpenyben? Hát, hogy megfulladsz azonban. Látom, Gáspár, te is elkövetted hát azt, hogy benne, hogy belesétettem az első világító virágba, mint tényleg. Hát érdekelt, hogy mi az ott, de... Na! Akkor keressünk helyet. Lesingen. Hát ott van egy nagy piros égből lejövő valami. Hogy akkor ne a vízbe. Ne menjetek a világító kék izéknek a közelébe, jó? Oké. Okay. Nagyon fáj. Ez csak egy ilyen népi megfigyelés volt. Biztos nem azért, mert megcsináltam. Aha. Csak úgy gondoltam, szólok. Az volt az a robbanás, amit hallottam, értem. Nem. Gergő, nem tudom hova mész, de tök egyedül vagyok. Hát a faszomért nem jöttök. Mert mi hárman, mindhárom másik ember tök máshol ment oda, ahol van valami ikon a térképen. Én egy birka vagyok, én arra megyek, amire két ember megy, és nem arra, amire egy. Jó van, Ákos. Ákos is éri a Magyarország 2024-et. Ó, várjál, itt rombolható a környezet. Nincsenek fix fedezékek. Jó tudni. Na itt mi ez a... Na jó, most valahol megjöttem. Hoppá. És itt mit kell csinálni? Nem tudom. Hát négy valaki ilyen gyárat, ilyen robotgyárat le kell rombolni. De most itt állok a... Hát én megtaláltam egyet és ott meghaltam. És rádobok egy... Az elég, fussálkos. Ajaj. Köszi! Ez jó.
Itt állok az erősítést? Állok az Ákostól 3 méterre, lehívom a pici sztrájkot, ami egy pont van, Ákos meg a teljes izét. Ami vonalba támad, de már láttam a Gergő, hogy ahol ott van, úgy néz ki, ami nekünk kell, úgy érzem, úgyhogy Ákos. Igen, és szerintem ezen lennie kéne egy nyílásnak, és abba kell gránátot dobni, mint a bogár izéknél. Na, sikerült, jó. Nem tudom hol és nem tudom mi, de oké. Okay. Hát én itt az egyik kis házikort, ezt... András itt kerizik minket. Ez az. Jó, és akkor most megyünk tovább a többi piros szar. Hát csak közön mögöttem jó 35 robot. Hát az ő problémájuk. Én felétek futok, úgyhogy nagyon hamar a ti problémátok is lesz. Jönnek. Várjál, lehívok egy hívokra. Elvileg visszanézhető amúgy a stream, tehát nem tudom, hogy a YouTube az megölt. Igen. Hogy van ez? Ja, ennyi kódányom van. Na, hova lettek a lépegetők, amikre lehívtam azt az antipersonát? Szétlőttétek őket? Valószínűleg szétlőtte őket. Hát, kurva életben. Na Gergő, vedd fel itt még egy antipersonals. Haladjunk. Jó van, viszem. Persze, szeretem. Na, arra ott van egy gyár. Én itt már lövöldözök egy ilyen házban. Ja, hogy András már itt közben megkezdte a speciális katonai hadművelet. András nagyon, nagyon. Küldetés van, hát nem rohangálunk. András rohangál van. Na, hát az anti-tank weapon az nem működött a épület ellen. És mit hívtál rá, Andes, erre az épületre, ezért? Ilyen orbital strike-ot. Orbital strike-ot, aztán egyszer csak random felrobni. Jó, vigyázzatok! Aha. Yes. Itt jön közben az erőség. Igen, igen, igen. Látom. Hello. Requesting advanced weaponry! Jó. Hívtam egy airstrike-ot. Köszi Ákos. Hopszi. Nem. Én mondtam. Oké, csak nem lehet, hogy a olyat kivisz le, ami egy pontba csapódik, mert nem tudom, hogy a fél térképet kiszedi. De pontosan egész eddig is azokat használtuk és... Na, én most cseréltem le erre a pályára. Király. Nem tudom, van-e, kérdezik a chat, nem tudom, hogy van-e anti-épület rakéta, örülnek neki, mert... A következő hány. Ó, bazd meg! Igen, ja, csak meghaltak. Hívom őket. Na, csak még 40 másodperc cooldownja van a... az airstrike-nak. Majd becsapódom az épületbe. Ajaj, itt vannak mellettem a gépezetek. Az isteni. Uha! Na, megjöttek a fiúk. De megám. Ja, hát konkrétan mögé expandoltunk be, úgyhogy így elbírunk azért felépegetőkkel. Reload. Feláll. Lő. Ne menj oda, Ákos. Nem. Meg gránát volt éppen. Gyere, stimulállak. Jön az airstrike, gyerek. Hogy te healer vagy? Nem, mindenkit tud healerni, amúgy mindenkit. Vigyázz, Gergő. Olyan? Gergő, futás. Jaj, jövök! Na? Dur. Semmi. Még kell egy neki. Jó, dobolj! Jaj, jövök! Faszolat. Csatom, azt írják, hogy az Ákos Gáspár legnagyobb ellenség ebben a játékban. Ez így van. Ez a podcastben is igaz, nem? Ákosnak az airstrike-jai. Na, én felvettem egy, mi az, egy laser cannon-t, bármi is legyen az, úgyhogy... Azt én hívtam le. Ja. De vigyed, mert amúgy az tök jó, mert itt hideg van és így sokkal tovább lehet használni, nem forrósodik fel olyan hamar a fegyver. Ó, kire. És emiatt így a mi automata fegyvereink itt amúgy alacsonyabb tűzsebességgel is pörögnek. Ja, az ilyen? Ha. Az igen. Mondjuk nem mondom, hogy betlenül sokat sebeznek. Hát ez jó fasz volt. De ezek köszi, Gergő.
Nagyon szívesen. Amúgy csak most mondom, vettem. Hogy ha sokáig tartjátok a gránátot a kezetekben, akkor lehet, hogy felrobban, úgyhogy csak óvatosan. Ez így, most így eszembe jutott, mint egy... egy igen, ötlet. Tehát ez, egy, ez csak egy András. Eshetőség. Na, keressük meg az utolsó helyet, jó? Valaki lehív azért? Kösz, kösz. Már behívtam. Jó. Gondoltam rá, Andrés, már lehívott valaki. Andrés, gondoltál rá, de inkább nem tett. Andrés, spónolj be, mint az egyetlen embert, aki eddig megtalált, hogy hova picsába kell menni. Vagy lehet, hogy ez már az, nem? Ahonnan kijönnek folyamatosan a hülye robotok. Hát igen, csak ide akarok bedobni egy gránátot, csak hogy... Orbitálsz rá. Nem nyílik ki. Vigyázzatok, adottam egy orbitál. Futás. Itt odrébb ment. Visszapattant az orbitál. Működött, nem. Szerintem ezt már... Várjál, van még egy! Jó, még egy próbáljuk, ha nem jó, akkor menjünk tovább. Én úgy érzem, hogy ez a hely, ez már benne. Nem volt igazán jó. A mondat közepén ráfol meg ez egy hittem. Kérdezzétek itt a békeharcost. Na akkor extrakció. Ó, 3 percünk. Baszki. Köszi. Futás! Hova is amúgy? Hát, ja, jó. Map? Ami jetpack. Geci messzire. Ajaj. Szard le őket, Gáspár, puss! Lehet, használni kell a lézervágót, ami lófaszra se jó, de azért köszönjük. Csak azért vettem meg, hogy te használhasd. De nem, ez tök jó, mert most láttam, hogy milyen, és akkor most én nem kell erre a szarra nekem költeni, hogy ezt tudjam állokolni, hanem tudok olyat állokolni, ami van minden haszna is. Uha. Ne álljatok a menekülés útjába. De nem biztos, hogy ez meg lesz. Meg lesz ez. Dehogy nem. Elég egész úgy hangzott, mint aki saját maga sem hinné valamikor, de... Miről beszélsz? Függ, hogy mennyi ideig tart még lesz rá ez a fok. Térdig érő fú, az. 2 perc, de szerintem azt nem számolja bele. Jaj, hát nagyon remélem. Hoppá, itt van 2-3 lépeget, tudom, vagy? Pedig ki. Próbálom. Nem nézze rájuk, ők se néznek rá. Tyúk lépésbe rohanok a hóba. Nem tudom, oda mit tettem, nem? Hattak, oké, ez... Egészen úgy hangzott, mintha mindjárt kaptam a nyakomba a Mavers gépeket. Ákos, csak csináld azt, amit eddig. Jó. Akkor inkább ne. Gáspár. Na, nesztek. Na, lehívok egy Gáspár féle sztrájkot. Meg lesz, összeszedem az összes izét. Tessék. Szempolt nektek. Most nem álló, úgyhogy... Ja, ezt akartam mondani, hogy ez lehet, hogy fake info volt. Igen, mi történik? Tehát, hogy mindenben szopat a játék, amivel csak lehet. Ja, értem. Ne gondoljuk azt, hogy... Ja, látom, hogy... Ez nem vonatkozik arra. Nem baj, hát ez van. Talán. Jó, de az csak a stratagemes, nem? Tehát most hívjuk le az összes stratagemet, még amíg lehet. Drazy Supply-t hívjuk le. Hívom. Én nem tudok sense. Calling down supplies. Calling down a support weapon. Requesting orbital strike. Megyünk meg. Sok ideig tartani. Ajaj. Van egy rossz hírem, ahogy elestem, ne jutam ide egy. Egy mit? Egy atombombát, vagy mi a fasz? Meg is atombomba amúgy. Köszönjük, Ákos. Biztos a mi oldalunk? Szerintem kizárt. Pont amikor dobtam, akkor lőttek el, és eldobtam. Sorry. Persze, Ákos. Na jó. Ajaj. Majd valaki leíp, hogy... Nem lehet, mert elment a kép. Ja, hogy akkor mit csinálunk most? Hát így mindenképpen. Hajrá! Ákos már a túlvilágról szívtunk.
Gáspárnak nagyon tetszik ez a lézere. Nem, csak meglátom a hátamon is. Jöjjön már meg. Köszönöm is, szép volt. Na menjünk. Ja, én már beszálltam. Ajaj. Gergő, gyere! Jó. Oké. Okay. Ákos már. Már nem kell venni. Ősi halált volt. Kinda. Igen. Ezt a küldetést ezt neked dedikáljuk. És meg egy trófával zárhatjuk a igen. Játékot. Igen. Ákos emlékének. Rip in pieces. Igen, azt mondják a fenti lyukba kellett volna dobni a gránátot az épületnél a 87 Orbital Strike helyett. Sikerült! Szerintem megoldottuk! Ez én az. Ezt már csak kukacoskodásnak tartom. Igen, mondjuk, hogy kifutottunk az időből és Ákos nem tudott extraktálni, azt hagyjuk. Remélem, hogy ő nem is kap három most tapasztalati pontot. Na. Mm. Akkor fogom földhöz vágni a kontrollert. Na, szerintem elkapott. Szép munka volt. Szóval. Hát akkor majd megírjátok meg, hogy volt-e ebben nektek bármi szórakoztató, szeretnétek-e folytatást, ilyesmit. Hát Ákos ott oldalt áll. Milyen epikus az, hogy hárman feljöttetek. Tényleg a kispadról nézte. De az a vicces, bocsánat, tehát, hogy Ákos egyszer halt meg, ő halt meg a legkevesebb szer. És hát nem de nekem lett a legkevesebb momentum van. Igen. Hát, nem baj Ákos, te is ott voltál. Friendly damage Gáspár nyer. Ezt kapjátok be. Jó. Na jó van, ez tetszett. Köszönöm. Na, hát szépen. Akkor köszönjük szépen mindenkinek, aki itt volt velünk. Köszönjük nektek, hogy köszönöm én nektek, hogy részt vettetek ebbe az őrületbe. És folytassuk meg. Mindent a szabadságért. Jó. Így van. Mondd is valami, hova kell feliratkozni, meg írni, meg ja, én? Ja, persze, turap314.gmail.com, YouTube videót, egy komment szekció, és már kitaláltunk patreon.com/radiotudnaum, Cergo93 helyett Csabi Gergó, Lenoxasz, aki a legfontosabb, hogy kitaláltam az elköszönést. Demokrát.